Tiszaújvárosba utazott a Szabadkai Népszínház magyar társulata. A Lila Akád című előadással szerepeltek az észak-magyarországi kisvárosban. Már 16 éve itt rendezik meg a határon túli színházak találkozóját. Tiszaújváros Szabadkától 7 órányi utazása van autóbusztal. A társulat este érkezett meg a szálláshelyre. Szobafoglalás és pihenés, hiszen van, aki másnap már 10-től próbál. A Derkovics Művelődési Központban a műszak már délelőtt színpadot állít. Ezzel egy időben a társulat két tagja a színház új előadását, a Fekete Péter koreográfiáját próbálja a Művelődési Ház próbatermében. Jenes Ildikó a mozgáselemeket próbálja a színészekkel. A Szabadkai Népszínház magyar társulata előadást jött játszani ide Tiszaújvárosba, Lila Akácot, ehhez képest Fekete Péter koreográfia próbáit próbáljátok itt a próbateremben. Hát hogy alakul ez így? Úgyhogy én csak hétvégenként érek rá, mert hogy hétfőtől péntekig Budapesten próbálok a Pesti Magyar Színházban, és amikor a Nella fölkért ennek a koreografálására, illetve Mezei Zoltán, akkor mondtam, hogy csak egy esetben tudom elvállalni, hogyha hétvégenként próbálhatok. Úgyhogy ez az oka ennek, hogy akkor ne maradjon ki egy hétvége sem. Akkor mondtam, hogy nekem még jobb is, mert nem kell a határon várakoznom. Úgyhogy így Tiszaújvárosban itt vagyok otthon a toról 2 óra alatt. Is érted égek, Tiszaújvárosban este előadásotok lesz, most éppen a próbateremben próbáltok. Mennyire irigyled ezt a termet, Tamás? Szándékosan kérdeztél ilyet. Igen. Hát nagyon jó lenne nálunk is egy ilyen tükrös terem, ami azt illeti, van is rá infrastruktúra, csak nincs kihasználva. Igazából van a Jádránban egy ilyen tükrös terem, csak hát raktárnak használjuk. Tehát igazából lehetne, és volt is valamikor 10-15 évvel ezelőtt. Azért így minőségileg teljesen más a próba, nem? Persze, hogy abszolút. Abszolút. Timi, az mennyire gyakorlat, amikor eljöttök vendégszerepelni egy előadással, vagy mondjuk kettővel, és akkor egy harmadikat próbáltok közben? Nem, velem még nem fordult elő, nem tudom, hogy a többiekkel előfordult-e, de szerintem ez most így nagyon jó, hogy itt tudunk próbálni az Ildivel, mert ugye nem veszítünk időt, és amúgy is, tehát hogy most konkrétan szabad időnk volna, és ez nagyon jó, hogy ezt ki tudjuk használni, mert az Ildi is úgy van elfoglalva, meg mi is a próbákkal úgy vagyunk elfoglalva, hogy ez tényleg takra pontosan ki van számolva minden, és amikor bejön egy ilyen út, vagy előadás, akkor nagyon jó, hogy így tudjuk megoldani, és hát megoldjuk, és nekem ez nem gond, és nekem ez nagyon jó. Mit kér tőletek az Ildi, mennyire komplikált, mennyire megterhelő, vagy gyakorlatilag rutinból, kézzebből ki tudjátok húzni már ezeket a mozdulatsorokat, amiket itt most próbáltok? Hát én ma reggel a hotelszobában egy másfél órát bemelegítettem, tornáztam, mert tudom, hogy itt olyan mozdulatokat kell végrehajtanunk, amitől nekem beállna a derekam. Nem. Ismerjük az Ildit. Koreográfia próba. Jenes fitness. Nem mondhatom, hogy nem megterhelő, de azt sem mondhatom, hogy megterhelő. És reggeli után ez így flottul megy? Hát azért nem reggeliztem annyit, amennyit szoktam, vagy szerettem volna, mert tudtam, hogy most mozogni kell. És estére hogyan spóroljátok az energiát? Tehát, hogy ilyenkor nincs az, hogy jól kifáradtok, mondjuk az egyik próbán, akkor jön egy lejáró próba délután, akkor egy esti előadás, és úgy addigra azért már úgy kell összekaparni ezeket az energiákat, vagy be lehet osztani? Nem osszuk be. Újra termelődik. Nem tudom, 5 perc szünet, dehogyne, 3 perc után. Sportszelet. Így van, sportszelet, egy kis kávét, csokolom. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy amíg lehet, amíg így fiatalok vagyunk, és amíg van rá lehetőség, addig gyilkoljuk meg magunkat. Hát aztán majd alszunk, ha meghaltunk, vagy nem tudom. Közben a színpad mögött már készen állnak a kellékek az esti előadásra. Što se tiče scenografije ovde na gostovanju, na ovoj sceni, koliko je teško postavljati svu ovu scenografiju, kako se mučite? Ovde trenutno i nije toliko teško, jedino što imamo malo manje prostora za igru napred i to će biti glumcima malo problema, ali navikli su već na putevima, tako da
nije neki problem. Koliko je komplikovana scenografija što se tiče ove predstave na odnosu na druge? Nije komplikovana, ona je samo gabaritna i teška, znači, no, ali kao za postavljanje nije toliko naporno. Ovo sad što vidimo, to zapravo sad ide gore, ne? Da, ovo ide gore, ovo su LED-ovi, RGB white, znači sa ovim reflektorom možemo dobiti bilo koju boju hoćemo. I ovo je super za farbanje horizonata i generalno scene. I umjesto više reflektora, sa jednim reflektorom stižemo posao više reflektora. Mi egy ilyen vendégszereplésnél a szervezés, a háttérmunka, azt gondolom napok a hetek előbb megkezdődik. Hú, hát ez például több hónappal korábban kezdődött el, tehát ez még az előző igazgató idejében lett lebeszélve. Aztán nem is tudtuk, hogy mi lesz belőle, mert nem tudtuk, hogy ki jön utána. De igen, tehát ez egy nagy folyamat, a szerződés maga, az összes színészt leszervezni, az utat, a buszt, a kamiont, a technikai paramétereket, nagyon sok részlet van. Mekkora váratlansági paraméter van egy-egy ilyen útban? Például itt most Tiszaújvárosban ért valamilyen meglepetés, ami nem úgy volt, vagy nem úgy van, mint ahogy ígérték? Hát még nem, még eddig nem. Maximum annyi, hogy a zenekari árkot azt nem tudjuk egy szintbe hozni a színpaddal. Például ezt nem tudtuk, és ez egy kicsit gond azért, mert az egész díszlet egy kicsit messze van a nézőktől. És nem tudják előrébb hozni, mert hogy nincs hova. De ezt is megoldjuk valahogy. Tehát játszottunk sokkal kisebb terepeken termekbe, tehát majd alkalmazkodunk. A társulat az esti előadás kezdés előtt próbál, lejárja a színpadot. A fény és a hangkabinban a műszaki beállításokat ellenőrzik. Még itt vagytok Tiszaújvárosban, egy műfházban gyakorlatilag, és... Az viszont sokkal jobban van felszerelve, mint a színházunk, az úgynevezett Jadran színház. Amikor itt néztem a lejáró próbát, és néztelek téged, akkor nagyon csóváltad a fejed, mi történik, ha a fény gerjeszti a hangot? Hát mivel ez mégiscsak műfház, itt ugyanolyan technikai problémák merülnek fel, mint a Jadran színházban is, hogy a fázisok nincsenek leválasztva, és a tirisztorok rámennek, ugyanazon a fázisban van a tirisztor, mint az erősítő lent. Tehát nem a frontális hangosítást gerjesztő, ez az zúgás, amit hallottatok, ez a kis marssal szóló gitár erősítőből jön. Meg a bassgitár erősítőből hozzátenni mind a kettő, vagy 10 és valamennyi éves, úgyhogy ez már, hogy mondjam, nem etalon. Mit hoztatok ti ide magatokkal, és mit találtatok itt a műszaki felszereltség közül? Hát én gyakorlatilag csak az előbb említett két erősítőt hoztam, amit majd jelen lecserélni, meg a dobokat. A dobok azok még működnek. A színészek az előadás előtt egy órával már az öltözőben vannak. Sminkelés, öltözés és néhány perc lazítás előadás előtt. Ervin, amióta úton vagyunk, ez a kis notesz nálad van. Mi van benne? Na vajon mi van benne? Írogatok saját szövegeket, és akkor azt arra használom, hogy ha valami ihlet elkap, akkor gyorsan lejegyzem, illetve ha nem jön az ihlet, akkor addig ülök, amíg nem jön, és akkor mindig jön, és akkor lejegyzek valamit. Megérkeztetek, itt lejáró próba van. Mivel találkoztatok, hogy néz ki a színpad az otthonihoz képest, vagy ahhoz képest, hogy ki kéne, hogy nézzen? Hát ez egy inkább nevezném művelődési háznak, mint színháznak. Az akusztika az nagyon, tehát végül is jó, de nagyon, nagyon száraz a tér, ilyen, olyan, mint egy stúdióban, vagy ilyen szőnyegezett stúdióban, ahol nincs egy pici természetes visszhangzása a teremnek, amit én szeretek, ha van, egy pici. Úgyhogy, de maga a dísznet, meg a mélysége a színpadnak az olyan, mint az otthoni nagyjából. Úgyhogy ilyen szempontból el fogunk férni. Mondom, nekem inkább ez az akusztikai sükettség az, ami egy picit zavaró.
szöveget ezt mindig összemondjátok, de most már nem is tudom, sokadik alkalommal játszottátok ezt az előadást. Akkor is mindig frissíteni kell előadásod? Attól függ, hogyha nem játszok egy, nem tudom, legalább egy 10 napig, akkor összemondjuk a Csillával a szöveget. Most én nem is tudom, hogy mikor volt. Kb. Egy hete játszottuk. De a Csilla megkérdezte, hogy nem akarnám összemondani, mondtam, hogy persze, mondjuk össze. És ilyenkor, amikor például megakadtok előtte, és nem jut eszedbe egy replika, szöveg összemondókor a színpadon, akkor nincs plusz para benned? Nincs. Meg szerintem most már ezt az előadást, ez annyira a birtokunkban van. Tényleg sokszor is játszottok meg minden, úgyhogy ha véletlenül bármi nehézség is akadna, vagy valami kis szövegzűr a színpadon, ne agyisten egy blokk, akkor a partner az rögtön ki tudná menteni a másikat. Kati, eltűntél. Van itt valaki? Ugye nem jött le a reggelire, meg ugye nem látok. Éterezek újabban. Meddig tart ez a frizura költemény? Mindig előadás előtt, hogy szép bodor legyél. Májú, meddig tart ez a frizura? Szerintem, szerintem olyan 20 perc, fél óra alatt meg vagyunk, nem? 20 perc. Ez az a szöveg, Csilla, amit felébresztenek álmodban, és tudod? Tehát a Lila Akác szövege? Igen, ehhez képest azért, hogyha egy hét kimarad, azért összemondjuk előtt a szöveget. De szerintem igen, ez úgy valahogy elég hamar megtanultam, és akkor így megért. Meg most már a 32. vagy 3. előadásnál tartunk, úgyhogy volt időm begyakorolni. És hogy történik ez itt vendégszereplésen így belülről a színész lelkében, hogy akkor már mancivá változó, amikor lejáró próbát tartasz, vagy ez tényleg csak előadás előtt születik meg? Ez most pont olyan, mint a gálán, amit a Tamás kérdezett tőlem, hogy van olyan reggel, hogy felébredek, és azt érzem, hogy ilyen mancira ébredtem magam, hogy megmanculok, hogy szerintem akkor manculok igazán meg, amikor összetesszük a kezünket előadás előtt, és akkor kimondjuk a bűvös szót, amit most nem árba kell, és akkor utána megszólal a zene szerint. De akkor érzem azt igazán, hogy most elkezdődött az előadás, addig még csak idegeskedek, hogy minden a helyén van. Hát díjat is hozott, tehát nem akármilyet a Pataki díjat, ez a szerep. És ezt te mondtad rögtön az elejétől, már a premiéren mondtad, hogy nagyon magadra tudtad húzni, és nagyon a sajátod lett. Ez benned mennyit változott, Csilla, ez a manciság fönn a színpadon ennyi idő alatt sűrű játszottátok, sokat játszott? Szerintem megért, az biztos. Tehát, hogyha ilyen bizonytalan voltam például egy-két mondatban, akkor azt addig gyúrtam, hogy most már szerintem nagyon kevés olyan rész van, amire azt érzem, hogy ez még mindig nincs meg. Vagy hogy én, tehát nekem, hogy nem találtam meg azt a mondatot, hogy mondjam, vagy ilyesmi. Ennyibe, tehát szerintem ilyen magabiztosabb lettem benne talán. 4 előadás, 4 határon túli társulat, 4 színházi este Derkovics Művelődési Központban. Ez a Színház határok nélküli rendezvénysorozat idei kínálata. Igazgató úr, ez a határon túli, vagy színház határok nélküli fesztivál, ez hogyan kezdődött? Ön találta ki? 16 évvel ezelőtt született meg az ötlet, abból fakadóan, hogy Kisvárdán zajlott már egy ilyen határon túli színházak fesztiválja, és amikor a kollégáimmal kigondoltuk azt, hogy jó lenne egy ilyet itt Tiszaújvárosban is meghonosítani, akkor végig gondoltuk, sorra vettük, hogy milyen magyar kőszínházak, magyar nyelven játszó kőszínházak dolgoznak határon túl, és rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sok értékes színház működik, ezért úgy gondoltuk, hogy elindítjuk a folyamot, elindítjuk ezt a rendezvényt, és az első időszak egy picit nehéz volt, hiszen úgy gondoltuk, hogy egy huzamba, egy hetet mi meg tudunk tölteni. Most ez nem is lett volna rossz, és sikerült is ezt összehoznunk, viszont a közönség nem bírta. Tehát a közönség az estéről estére elfáradt, ezért úgy gondoltuk, hogy megtartjuk a fesztivál jellegét, de változtatunk a játszási napokon, és 2 hónapra elosztottuk az előadásokat. Hány színházat várnak ilyenkor? 4 színház játszik ebben az évben. Természetesen a kezdetekkor volt, amikor több előadást is sikerült elhívnunk, de általában 4-5 színház szerepel ilyenkor a repertoárban. Darabválasztás ez mi mentén történik? Önök választanak, színházak ajánlanak?
Volt egy időszak, egy kb. Egy 5 éves periódus, amikor témákat jelöltünk ki. Vígjáték, a férfi, a nő, operett, vagy éppen zenés darabok, de aztán ez egy picit megállt, és ezt követően úgy gondoltuk, hogy lapozgatunk, szemezgetünk a színházak repertoárjából, és ami a legjobban megtetszik, azt választjuk. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a közönség véleményét is. Nagyon kritikus, nagyon szemlélő és nagyon lelkes közönségünk van, tehát mi minden előadás után ott vagyunk, megkérdezzük, fogadjuk a kritikákat, és az építő jellegű javaslatokat is figyelembe veszük a következő időszak megtervezésekor. Még tart a szünet, mindjárt kezdődik a második felvonás. Van, aki ezt az időt pihenésre fordítja, és van, aki csak csámborog. Körmöci Petronella a társulatvezetőnek egy ideig nincs jelenése a színen. Itt Tiszaújváros, ez nem egy gyakorlott vendégszereplési helyszín, sok évvel ezelőtt volt itt, azt hiszem egyszer a Népszínház, azt mondtad. Hogy jött létre most ez a vendégszereplés, és mit tervezel? 2009-ben voltunk itt a Szomorú vasárnappal, és hát egy pár szót sikerült igazgatóról most beszélni, úgyhogy mi a jövőben azt látjuk, hogy szeretnénk továbbra is együttműködni. Úgy látom, hogy talán jövőre is tudunk jönni egy előadással. A megkeresés a részükről történt, tehát ők évek óta szervezik ezt a határon túli színházi vendégjátékot. Ez nem szemléz, nem verseny, és mindenképpen a közönség szórakozását szolgálja, viszont nagyon hasznos kapcsolatépítés, és megtisztelő számunkra, hogy itt vagyunk. Túl vagytok az első felvonáson, hát hogy fogadta a közönség? Nagyon jó közönség van. Képzeld el, hogy otthon 90 néző előtt játsszuk, ugye fönn van a néző a színpadon. Itt most állítólag 450-en bent vannak, úgyhogy hatalmas a nézőtér. Nagyon jól reagálnak, tehát az elejétől fogva kuncognak, nevetnek. Minden zenés szám után taps van. Egyébként a Lila Akácra ez így jellemző, akárhova viszitek, nagyon szereti a közönség. Igen, nagyon. Mi is egyébként nagyon szeretjük az előadást, és a közönség is nagyon szereti. Tehát ez egy olyan örök klasszikus, ugye, hogy vagy filmen, vagy a színpadi előadás már lehet, hogy látták, és esetleg olvasták a regényt, úgyhogy egy picit ismerős, és hát ez az első világháború előtti érzés, ez a romantika, ez a nagy szabadság, ugye aztán a háborúkkal ez megszűnt, ez azért minden szívet megdobogtat. Az előadás után a házigazdák megvendékelték a társulatot. Pámer Csillának külön gratuláltak a Pataki Gyűrűdíjhoz, amit ebben az előadásban nyújtott szerepéért érdemelt ki. Az igazgató szerint a közönség nagyon jól fogadta az előadást, és hozzátette, visszavárják ide a Szabadkai Népszínház magyar társulatát egy új előadással az új évben.